Drogterjesztőkön ütött rajta a rendőrség a tavaly átadott egészségügyi alapellátó központ épülete mellett Szombathelyen, a Markusovszky kórházzal szemben 2022. március 25-én. A bevetésen a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság felderítő osztályának beosztottjai és a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai vettek részt. A büntetőeljárás adatai alapján egy drogterjesztéssel foglalkozó csoport 2021-től rendszeresen anyagi haszonszerzés érdekében közreműködők igénybevételével nagy mennyiségben árusított különféle tiltott anyagokat. Az elfogást követően a nyomozók az előállított személyek lakásán kutatást tartottak, amely során több százezer forint készpénzt, nagyobb mennyiségű kábítószer gyanús anyagot, mobiltelefonokat, valamint a kábítószer eladásához és fogyasztásához szükséges eszközöket foglaltak le. A nyomozati cselekményekkor a rendőrök az egyik elfogott férfi csornai házában különféle lőszereket és fegyvert is találtak, amelyek tartására a fiatalember nem rendelkezett engedéllyel. A dílerek a tovább értékesítésre szánt drogot majonézes, illetve piros arany ételízesítős tubusokba elrejtették, mert azokat az egyik büntetés végrehajtási intézetbe akarták bejuttatni. Az akció során három embert fogtak el, őket a rendőrök a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányságra előállították. A nyomozók a 35 éves csornai H. Rolandot és a 24 éves E. Mercedes Sobori lakost kábítószer birtoklása büntet megalapozott gyanúja miatt, míg a 64 éves H. Gyuláné gencsapáti lakost kábítószer kereskedelem vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.